Most megint izéket kell keresni. Most ugyanazokat kell megcsinálni, mint az előző. Azt hittem most valami más lesz. Nos, üdvözlök mindenkit ebben a mai Star Stable Online videóban, amiben a június 14-i frissítést fogjuk megnézni. Úgyhogy, let's go! Ugye jelenleg bent van a játékban a Szivárvány Fesztivál, és annak a story küldetését update-elték, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, mi fog történni. Örülök, hogy újra látlak, Enikő, ezt nem fogod elhinni. Na mit? Inkább nézd meg a saját szemeddel. Kövess! Jó, hol vagy? Ja, ott vagy. Sorry! Mint látod már, megint hiányzik néhány szín. De most csak a szivárványokból. Mi? Vajon mi okozhatta ezt? Tényleg? Ah, és tényleg. De abból a szivárványból nem hiányzik. Most ez hogy működik? Van valami ötleted? Semmi. Én komolyan azt hittem, hogy végleg megoldottuk. Na most vagy nem töltöttünk vissza elég szint a királyságba, vagy valami megint kiszívja őket. Lehet, hogy Katya még mindig itt van? És hazudott nekünk? Azt hazudta, hogy ő nem lopta el a színeket? Nekem is pont az jutott eszembe. Nem vagyok biztos benne, hogy ő a felelős, de szerintem nem is zárhatjuk ki. Enikő, megtanít, hogy figyelsz, nem bukkane fel. Csak légy óvatos. De a lényeg, hogy nem... Hogy rendbe kell hoznunk a szivárványokat. Aj, ma megint színeket kell keresni? Helyzetelemzés meg volt. Jött a következő lépés. Nos, ha egyszer már bejött, talán most is működhet, igaz? Szivárvány töredékek? Ne próbáljunk inkább felfogadni egy festőt. Ezután 7 szivárvány töredék lesz szükségünk. Aj! Hoppá, na. Most már tudjuk, hogy megy ez. Állítsuk helyre a szivárványokat. Most megint üzéket kell keresni. Most ugyanazokat kell megcsinálni, mint az előző. Azt hittem most valami más lesz. Felhőkben jár. Ezt nem fogod elhinni, sikerült. Megint elveszítem a felszeléseimet. Hát ez tényleg... Most ez konkrétan ugyanaz, csak más szövegboxon. Ha ez segít, Pico velem volt, amikor a tárgyak eltűntek. Magaddal kellene vinned, lehet, hogy segít tárgyakat megtalálásában. Pico lelkesen bólogat. Oké. Akkor most megkeressük megint Picóval a tárgyakat. Hol vagy, Pico? Gyere ide. Gyere. A fogyatékos gazdát már megint elhagyta a cuccokat. Ó! Oh. Most akkor innekint kell keresni. I see. Ott volt egy lapát. Most már jó úton megyünk. Á, megvan, itt van. Itt a második. Ó, itt is van valami. Aha, meg is van. Itt a harmadik. Ó, itt is van egy valahol. Igen. Nagyon közel van. Itt kéne lennie. Á, ott van, megvan. Itt a negyedik. Igen, ott is van. Nice, ötödik. Hello, Mrs. Holdsworth. Ott van a hatodik. És még egy kell. Közeledek. Aha. Na akkor itt van. Ott van. Á, megvan. Itt a hetedik. Na, szuper. Mégis van mind. Elveszve és megkerülve. Hatalom ki, újra sikerült minden felszerelést megtalálnod, nem? Yeah. Tudtam, hogy bízhatok benne, Enikő. És hogy adjak valami cserébe, találtam még egy szivárvány töredéket. Gyerünk, vagy csak el. Miért nekem a dodo, hogyha te is fel tudnád használni? Ja, Istenem. Hoppá. Szintezem közben a lovat is. Szivárvány töredék begyűjtve. Sárga.
Mindig ugyanabban a sorrendben. Azt hittem, ez küldetéstől függ. A zene a hó és vissza... A zene és a hó visszatér. Valami furcsa dolog folyik, amikor havazik nyár kellős közepén. Az emberek arról számoltak be, hogy harmadik muzsikát hallanak, és természetellenes dideregnek. Természetellenesen dideregnek. Ki tudnád vizsgálni ennek a bizarr időjárás helyzetnek a forrását? Yeah. Of course. Tű, micsoda időjárás van. És ez mégis miért nem vette föl? Vagy föl, ja, csak nem volt hangem. Gyere ide! Jó, arra is van egy. Amúgy nagyon menő ez a zene. Nagyon-nagyon bejön. Hopp. Na, hello! Merre megyünk? Jelre lefele. Uááá! Az veszélyes volt. Mi a fene? Megtart a zene forrásán. Nézd meg a lejátszási listán. Ügyes trükk. Ismétlős állítod a Dark Rider című szemet, hogy megzavarja az időjárás. Egyszerű. Csak másik szemet választok a listáról. Miss Grant Gluman, Nomi, Hollow Woods, Lisa Peterson, In the Heart of Everyone. In the Heart of Everyone! Katya újra meg újra. Oké. Okay. Tökéletes. Visszaadhatod a nyári időjárást. Ups! Azt hiszem, valami nem működött. Hello! Micsoda lova van! Garnok csápjaira, mintha ki is döftök volna a fülembe. Elég nagy gond, hogy azt hiszed jogod van hozzájönni a számítógépemhez, de hogy még meg is fertőzöd Lisa Peterson zenéjével. Undorítom, most muszáj tönkre tennem ezt a szemétdarabot. Talán meg vízbe is hajítom. Hé! Lisa nagyszerű zenész. Te jó ég, csak add oda valakinek azt a számítógépet! Liza, halálos ellenségem. Garantált, hogy a hangja tönkretette a fájjaimat. Lol. Vagy szétvet a düh. Szó szerint érzem, hogy felrobbanok. Muszáj lefagyasztanom valamit. Mondjuk veled együtt. What? Gyere ide vissza! Mi a szar? Úristen, közben rugatnak DC-n, de jó. Úristen! Mi a... De ló, mi a fasz csinálsz? A sém! Úristen! Micsoda jég! Kicsit lemaradtam, de... Nem baj! Amúgy érdekesen néz ki ez a jég. Nem rossz, csak... erre felmegyek. Az igen. Te jó ég! Milyen akadályokat állít ide ez a nő? Arra le kell menni. Hirtelen nem tudom, hogy mit csináljak. Hello! Öcsém, hát... Ha lovam úgy fordul, mint egy kibaszott korcsolyáz, akkor nem tudok valamit kezdeni. Nagyon utálom ezt. A versenyben is utálom, a szivárvány versenyben is utálom ezt az irányítást. Értem én, hogy úgy akarják megcsinálni, hogy jaj, csúszik a ló és nehezebb irányítani. De lehetetlen irányítani, baszki! Nem az, hogy nehezebb, lehetetlen! Mikor lesz már vége ennek a versenynek? Na végre. Fagypont alatt.
Miért vagy mindig itt? Még jó, hogy lenyugodtam, így nem kell rajta kiötelem a dühömet. Húzzél élek valamit, újra dühbe jövök. Szivárvány töredék. Yay! Ez a második. Na, itt a kövi. Jaj, a zöld! Akkor igen. Akkor nem a küldetéstől függ, hogy milyen szint oldasz föl, hanem sorrendbe. Nice. Oké, vigyázz, kész rajt. Akkor a versenyt kell megcsinálni. Patkókat kell összeszedni. Kis felhőnek kell segíteni. Hiányzott töredék. Képzelem vagyok rajni. Mi van? Na jó van, kimegyek segíteni a felhőnek akkor. Ha tudok. Na, engedj! Köszönöm. Na, hello. Ezt már nem is tudom, hanyadik. Mi a fe... az odafönt? Ó. Akkor az volt az eltűnt szivárvány töredék itt a töglöten. Szereted a könyveket? Oké. Okay. Szóval most két másik naplót is meg kell keresni. Itt az egyik napló. És itt a másik megvan. Szuper. Jó, visszajön a narancs. Visszajön a vörös. Az ibolya. És van még a kék. Meg még egy szín, azt hiszem. Nos, hello, sziasztok! Én vagyok az a jövőből. Sajnos bepákolt nekem a felhős küldetés, szóval nem tudtam megcsinálni. Úgyhogy ezt egy külön sessionbe kellett felvenni, de igazából, ha megcsináljátok az összeset, akkor ugye 6 szilánkot tudtok összeszedni. Összesen, és akkor a 7. szilánkot pedig egy új küldetésből abból adódóan le tudjátok unlockolni. És akkor Mika megkérdezi, hogy hol keresünk még, de nyilván mindenre azt mondja, hogy próbálta, de nem sikerült, és megjelenik Strong Stone Ground Deus Ex Machina-ként ott terem, és kezünkbe adja az utolsó 7. szivárvány töredéket. Hál' Istennek két kezem összeteszem, hogy legalább ezt az egy szivárvány töredéket nem kellett felkeresni, meg kikutatni, meg anyám kínja, legalább ezt az egyet nem copypastézták, csak akár, hogy az összes többit igen. Szóval számomra ez egy nagyon nagy csalódás volt. Azt hittem, ennél sokkal többet fognak adni a második héten. Ehhez képest egy másolatot kaptunk konkrétan az előző hetiből. Annyi különbség, hogy most más helyen kellett ugyanazt csinálni. Hát örülök neki. De persze volt egy verseny is, kaptunk egy versenyt, aminek az egész szövege, meg az egész kommunikáció, amit Katyával lefolytatunk, nagyon fura és nagyon béna az is ugyanúgy, mert hogy végül nem jutottunk egyről a kettőre, tehát hogy elvileg Katyával mondás szerint tönkretettük a laptopját, és ezért tökre dühös, de végül csak annyit csinál, hogy elvágtat előlünk, és így elkezd mindent lefagyasztani, mi meg csak szaladunk utána, és így a verseny végére végül csak annyit mond Katya, hogy jó, most már lenyugodott, most már nem kell rajtunk levezetni a dühét. Én meg így ülök a képernyő előtt és nézek, hogy what? Ennek most mi értelme volt akkor? Tehát, hogy így most megoldottuk, mégis megoldottuk a lefagyasztott pinterőt problémát, vagy ez egy időjárás most így helyrejött magától azért, mert Katya elment egy körlovaglásra, vagy mi akkor ezt nem értettem, mindegy, lehet, hogy csak én vagyok a hülye.
Fogalmam sincsen, az egész küldetés úgy, ahogy van számomra, elég béna volt. Mindegy, ha megszerzitek az összeset, egy gyönyörű sapkát kaptok. Úgyhogy megéri nagyon. Na mindegy. Úgyhogy, ja. Igazából ennyi lett volna ez a második hét. Engem nagyon nem nyűgözött le. Úgyhogy, ja, nem tudom, hogy a következő hétből mit várhatunk, de mondjátok egy is a véleményeteket. Úgyhogy, ja. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, like volt, ha nem iratkoztál fel, még azt is megteheted, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!